vendégünk Dajcs Tamás, európai parlamenti képviselő, akit nagy tisztelettel köszöntünk, örülünk, hogy elfogadta a meghívást. Én pedig Kollég Zsolt vagyok, ma hét munkatársa. Köszöntjük a közönségben ülőket, és azzal biztatjuk majd az itt ülőket, hogy a beszélgetés utolsó néhány percében majd nekik is lesz lehetőségük bekapcsolódni kérdések formájában. Én pedig Tamáshoz fordulva elsőként azt kérdezném, a következő hetek vitáit az európai politika kapcsán, de lehet, hogy inkább jobb, ha hónapokat mondok, talán nem tévedek nagyot, hogy a költségvetés helyzete fogja leginkább befolyásolni. Ugye az történt, hogy kiderült, nagy lékek vannak az európai büdzsében, és az Európai Bizottság így a költségvetési ciklus fele táján elhatározta, hogy neki áll kalapozni a tagállamoknál, hogy a keletkezett hiányt azt így bepótolják. És Magyarországot is azok közé sorolják, akik hát fizessenek bele a közösbe, miközben Magyarország és Lengyelország, teszem hozzá, a helyreállítási alapból még egy kanyivasat nem kapott. Tegyük hozzá szép csöndben, hogy Magyarország még az Európa, majdnem azt mondtam, hogy soros európai forrásokból sem, tehát a költségvetési forrásokhoz sem jutott hozzá ebben a ciklusban. Tamást azt kérdezem, hogy egy kicsit kontextusba helyezzük a történetet, hogyan jutottunk idáig, hogy az európai politikában ez a kalapozás zajlik? Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a ma hétnek, egyáltalán a gombaszögi tábor szervezőinek, hogy ismét van módunk egymással találkozni. Ez nem a kötelező udvariaskodásnak a helye, hanem valóban jól esik a meghívás, örömmel jöttem, mint ahogy ez korábban is mindig így volt, és akkor most előre biztosítsam a jövő évi, meg az azt követő meghívásaimat, jövőben is mindig így lesz. Egyrészt ugye 13 óra tájban a világnak ezen az éghajlati zónáján nagyon meleg van, nyáron ez különösen sűrűn fordul elő, tehát hogyha most egy közepesnél mélyebb szakmainak tűnő fejtegetésbe mennék bele, hogy egyáltalán az Európai Unió költségvetése hogyan néz ki, annak azért gyilkos hatása lenne, egyrészt lélektanilag, másrészt pedig a hőgutát tekintve. De ezt a közepesnél hosszabb mondatot csak azért bocsátottam előre, mert teljes egészében, hogy érthető legyen, hadd fogalmazzak úgy, ahogy fogalmaztál Zsolt, kontextusba helyezzük ezt a kérdést, azért mégis érdemes lenne arról szólni, hogy azért az Európai Uniónak a költségvetése az hogyan néz ki. Annál az egyszerű oknál fogva, mert azért sok magát tájékozottnak gondoló ember, most nem átlag felvidéki vagy anyaországi polgárt gondolok itt cikizni, hanem újságírót, meg ilyen-olyan szakembert, halvány segéd fogalmuk nincsen arról, amiről megkérdőjelezhetetlen biztonsággal nyilatkoznak. Ez talán egy ismert 20. század végi, 21. századi betegség. Most az Európai Uniónak van egy úgynevezett 7 esztendős keretköltségvetése. Az Európai Unió úgy döntött, hogy úgy működteti a közös büdzsét, hogy 7 esztendőre előre elhatározzák az egyes, az Európai Uniós költségvetésből finanszírozott projektek, közös politikák mekkora költségvetési forrásokkal rendelkezhessenek, és nem éves költségvetése van, hanem ez 7 esztendőre előre elhatározzák. A jelenlegi költségvetési ciklus az 2021. január elsőjén kezdődött, és kiszámolt, hogy 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 december 31-ig tart. Ezt a költségvetést hívják MFF-nek, Multi-Annual Financial Framework, hosszú távú, több éves keretköltségvetés. Ennek a költségvetésnek a fő összege az 1083 milliárd euró. Ezt érdemes még egyszer ízlelgetni, mert ugye Rejtő Jenővel élve, ugye azt a pénzösszeget tudom elképzelni, mint láttam már egyben. Most szerintem egyikünk se látott még egyben készpénzben 1083 milliárd eurót, valószínűleg 1 milliárd eurót sem láttunk egyben készpénzben, tehát ez 1083 milliárd euró. Ez a hagyományos uniós költségvetés, ennek a bevételei pedig úgy állnak elő, hogy vannak saját bevételei az Európai Uniónak,
Például az általános forgalmi adó, amit minden Európai Uniós tagországban fizetünk mindenfajta termék után, ennek az áfának a döntő része az Európai Uniós bevétel, az Európai Unió külső határain, az Európai Unió kívülről hozott áruk, termékek után vámot kell fizetni, a vámunió belül van, Szlovákiából hozok át valamit Magyarországra, vagy fordítva, nincs vám, de hogyha valahol szerb-magyar határon behozok valamit, ott kell vámot fizetni, ez a vámbevétel teljes egészében az Európai Unió költségvetését illeti, de a kétharmada ennek a pénznek tagállami befizetés. És a tagállamok pedig a gazdasági erejükhöz mérten fizetnek be. Ugye szokták mondani, hogy nagyjából az Európai Unió költségvetésének a 25-27%-a az német befizetés, ez igazából 23, nem kevés ez sem. És mi magyarok, Szlovákia adatáról nem tudok most nyilatkozni, de mi magyarok, tehát Magyarország, Magyar Köztársaság az Európai Unió költségvetésének a 2%-át fizeti be. Tehát mi nagyjából az uniós költségvetés 2%-át fizetjük be. Áfa jövedelem bám az fölött van. Nos, ez a 7 éves költségvetés tartalmazza azt a rendelkezést, hogy a költségvetés felénél, a 7-nek a fele az itt 3, izgalmas matematikai képlet, a harmadik év végére felül kell vizsgálni, hogy néz ki a költségvetés, esetleg van-e olyan része, ahol hozzá kell nyúlni, ne adj Isten, még lehet esetleg változtatni is ezen, nő a főösszeg, mert ezért, azért vagy amazért kell még plusz forrás, kell tagállami befizetés. Most óriási vita van mindig a 7 éves keretköltségvetés elfogadásakor, mostantól kezdve a utálatos ilyen Európa jogi tanulmányok egyetemi szeminárium legszörnyűségesebb részét befejeztem. Most már beszéljünk a politikáról. Mindig nagy vita van a 7 éves keretköltségvetésről, mindig egymásnak feszülnek hagyományos nézetkülönbségek, az unió nagy közös politikái, közös agrárpolitika, regionális fejlesztési politika, brüsszeli néven kohéziós politika, kedvezményezettjei versus a befizetők, akik ebből nem vagy alig részesülnek, tehát a fukarországok, ez 4-5 uniós tagország ellentétje, és sok más kérdés mentén végül hosszú vita eredményeként megint létrejött egy egyetértés. Az unió költségvetését teljes egyetértéssel kell elfogadni, a tanácsban mind a 27 ország egyetértése kell, és társjogalkotóként kell az Európai Parlament egyetértése is. Volt egy egyetértés ebben az 1083 milliárdos uniós költségvetésben, de volt egy politikai konszenzus a 27 tagállam között, hogy az MFF, a keretköltségvetés félidei felülvizsgálatakor nem lesz jelentős befizetés. Az egyes számú állítás, amiről kevés szó esik, az az, hogy az, amit a bizottság csinál, az az unió tagállamai között meglévő, azóta senki által meg nem kérdőjelezett egyetértés felrugása, mert bár a bizottságnak kell javaslatot tenni az eredeti költségvetésre, itt a félidei felülvizsgálatnál is neki kell javaslatot tenni, hogy bármilyen módon módosuljon el a költségvetés, de abban volt egyetértés, amivel kapcsolatban most nagyon diplomatikus leszek, ez nem mindig sikerül nekem, minimum illetlenség az Európai Bizottság részéről úgy tenni, mintha neki ez a mozgástere meg lenne, hogy jelentős költségvetési módosításokra tesz javaslatot. Tamás, azt mondjuk is el, hogy itt mekkora összegről van szó, milyen módosítást. Na ez az, hogy mire is kérnek pénzt? Hát összesen A számítás szerint 69,5 milliárd eurónyi plusz befizetés, tehát azért az a unió 7 éves költségvetését illetően majdnem 7%-nyi plusz befizetés, brutális nagyságrend. Más számítás szerint ez nem 69, hanem 99,5 milliárd euró, tehát majdnem 100 milliárd eurónyi plusz befizetés. Ugye a két számítás között mi a különbség? Na, ettől végképp megkímélem a kedves jelenlévőket, el tudnám mondani, tehát ha vizsgáztat valaki, akkor fenyegetőleg mondom, ne kérdezze senki, mert érdemben válaszolok rá. Tehát vagy 70 vagy 100 milliárd eurónyi plusz befizetés. 70-100 milliárd eurónyi plusz befizetés, amikor abban volt egyetértés, hogy nincs. Ilyen plusz terhet nem tud senki vállalni. Mire kérnek plusz pénzt? Kér a bizottság 50 milliárd eurót Ukrajna támogatására. Most semmifajta ilyen
ilyen elviccelődő dolgot nem szeretnék mondani, mert tragédia, ami Ukrajnában zajlik, és beszéljen az ember azon a normális hangnemen, ami illendő, az együttérzés, a szolidaritás, a emberi tragédiák 10 és 100 ezreit tapasztalva ezen a hangnemen. Az nem járja, hogy az Európai Bizottság nem tud arról tájékoztatást adni, hogy eddig 2022. februárja az orosz agresszió miatt kirobbant ukrajnai háború kezdetétől a háború miatt mekkora támogatást is adott Ukrajnának, pontosan milyen formában, visszanemtérítendő támogatás, visszatérítendő támogatás, hitelfelvétel, amit átad az ukránoknak, az Unió vesz föl hitelt, az ukránok hitelfelvételét garantálja, az ukrán hitelfelvétel kamatát fizeti az ukránok helyett, szóval pontosan mire, milyen formában mennyi pénz ment, most tényleg azt hagyjuk is, hogy esetleg azt ellenőrizte el valaki, hogy mire költötték? Tényleg arra költötték-e, jól költötték el, most annélkül, hogy ilyen felszínesen vádaskodni szeretnék, azért a korrupciós mutatóban Ukrajna nem a legkevésbé, hanem a leginkább korrupt az Európai Unió határától keletre fekvő országok sorába tartozik. Nem én mondom, minden Európai Uniós felmérés erről szól az elmúlt 15-20 évben, mióta önálló, 90-es évek elejétől, mióta önálló független Ukrajnáról beszélhetünk. Tehát nem tud tájékoztatást adni, és közben azt mondja, hogy kell 50 milliárd. Hagyján, azt sem mondja el, hogy mire szeretné költeni ezt az 50 milliárdot. Azt mondja, hogy nagyjából úgy kalkulálja, hogy még 50 milliárd kéne a Ukrajna támogatására. Jól emlékszem, Tamás, hogy itt ennek az 50 milliárdnak egy része lenne, amit odaadnak, a másik rész az valamiféle hitel lenne, ennek is a formáját illetően azért vannak kérdőjelek. Hát jótékony homály fedi ezt a részét az Európai Bizottság javaslatának, tehát most nem jól értesült, hát az Európai Parlamenti képviselőként az Európai Bizottság hivatalos javaslatát megkaptuk mi, mint Európai Parlament, illetékes szakbizottságok ezzel foglalkoznak, tehát van a hivatalos, az írásos formája az Európai Bizottság javaslatának, ebből nem derül ki. Ez nem derül ki, hogy pontosan mennyi, még egyszer mondom, visszatérítendő támogatás, uniós hitelfelvétel, annak adott esetben a garanciája, kamattámogatás, Ukrajna hitelfelvétele, ami mögé garantőrként vagy kamattámogatóként lép be az Európai Unió. Ezért ez nem lényegtelen dolog. De ennél két vérlázító eleme is van ennek a bizottsági javaslatnak. Az első az az, hogy azért arra emlékezhetünk, bocsánat, akkor most önmagamnak ellent mondani, igazi politikusi tulajdonság, mégis még egy kis szemináriumi rész. Ugye van most egy másik kalapja az Európai Unió büdzséjének, ez pedig a Next Generation EU, jövő nemzedék Európája, vagy Európai Uniója. Ez egy 750 milliárdos büdzse, ami döntő részben hitelfelvétel. Ennek a 750 milliárdból majdnem 670 milliárd, ami a helyreállítási alap, amiből valóban lengyelek, magyarok még egy petákot nem kaptak, vagy eurócentet sem. Szeretném hozzátenni, további három ország, aki nem politikai büntető padon ül, sem kapott még, mert a brüsszeli bürokrácia nem a leggyorsabb a világon, zárója bezárva. Tehát ez a 750 milliárdos hitelfelvétel, emlékezhetünk, azért nem volt olyan régen, 2020 vége, 21 eleje, bátran, nyugodtan, Európai Unió olyan jó adós, hogy hát nem, hogy akitől fölvesszük a hitelt, ő fog kamatot kérni tőlünk, szinte ő fog pénzt fizetni azért, hogy vegyünk tőlük hitelt. Most a 750 milliárdnyi hitel 7 éves kamat kiadásaként 14,9 milliárd euró szerepel az unió költségvetésében. Tehát a 750 milliárd nem egy pillanatba veszi föl, de összességében szépen fokozatosan eljut 3-4-5 év múlva 2020 végéhez képest, hogy mind a 750 milliárdot fölveszi, és annak a 2027. december 31-ig a kamatterhe 14,9 milliárd. És jelen pillanatban a felvehető összegnek még a felét sem vette föl az Európai Bizottság, a kamat fizetésre rendelkezésre álló pénz pedig idén december 31-én elfogy. Tehát a javaslat az az, hogy kéne még 19 milliárd, még 19, 15 volt, plusz 19 milliárd kéne, mondja a bizottság. Semmi nem köt az orrunkra, hogy számolták el?
Mi a búbánat tő? Mi történt? Azt mondják, hogy még annyi, még a kamater úgy, hogy nem fogja fölvenni 750 milliárdot, mert majdnem azt mondtam, hogy töketlen, de nem illen mondani, lassú, körülményes, bürokratikus az eljárásuk. És azt mondja, hogy kell még 19 milliárd. Két apróságot hadd tegyek hozzá. Egy, az Erasmus, most már Erasmus Plus programra 7 év alatt, ugye a 15 meg a 19 az 34, még Brüsszelben is. Tehát 34 milliárd kamat kiadás lesz 7 év alatt. Az Erasmus Plus programra 7 év alatt 26 milliárd eurót költ az Unió. Az egyik legjobb, legattraktívabb, leghasznosabb, legnagyszerűbb programra 26 milliárd, kamat kifizetésre, mert elbaltázták 34. Ma jelen pillanatban ezt mindenféle pír, zavar, arcpirosság nélkül leteszi az asztalára az európai kormányoknak, meg az Európai Parlamentnek is az Európai Bizottság. Nem mellékesen az előbb idézett hivatalos bizottsági javaslat azt mondja, hogy a szakértők számítása szerint a plusz kamatköltség az 17 kötőjel 27 milliárd lesz. Ezért most kérünk 19-et. Tehát már belengetik, hogy még a 19 sem lesz elég, mert a 17-27, hát most 19-et mondunk, de hát mi megmondtuk már ott 23-ban, lehet, hogy ez ennél is több lesz, úgyhogy lehet, hogy majd még kell, tehát a 34-ből sem biztos, hogy kijönnek. Na most én nem tudom, hogy hány üzletember ül itt a körünkben, de akinek mondjuk jelentősebb tőkéje van, és azzal kapcsolatban befektetett, és van egy cége, és a befektetésével kapcsolatban a cégének a menedzsmentje ilyen kalkulációt követel, hogy mondjuk a hitel, amiből ingatlant fejleszt, annak a kamatköltsége 15 egység lesz. Majd a hitel időszak felénél jelentkezik a menedzsment, és azt mondja a tulajdonosnak, hogy bocsi, nem 14 vagy 15, hanem 34. Szerintem abban a pillanatban udvariasan vagy kevés udvarias formán megköszönik a közreműködést. Páros lábbal rúgják ki őket. Hogy lehetett ezt így elszámolni? Most van egy menedzsmentje az Európai Uniónak, ezt bizottságnak hívják, egy szót nem szólnak arról, hogy ez hogyan állt elő. Ez a helyzet, hogy legkevesebb 34 milliárd euró lesz a kamatkiadás, olyan hitelért, amely hitelösszege még el sem fogja érni azt, amit egyébként el kéne érnie, mert abból lehetne a helyreállítási programot, meg más ebben a Next Generation EU-ban szereplő dolgokat fizet. Itt tartunk tehát most, és a harmadik, a másik bicska nyitogató eleme, hogy azt mondja az Európai Bizottság, hogy hát az a helyzet, hogy nagy az infláció, most hagyjuk, hogy ebben milyen mértékben járult ehhez hozzá szankciós politika, energiáremelés, inflációnövelő hatása, de ez már nagyon bonyolult összefüggésrendszer. Nagy az inflációhoz illik igazítani az Európai Bizottság alkalmazottainak a fizetését, tehát még szeretne kérni 4, 5, 6, 7, 8 milliárd eurót fizetésemelésre. Nem viccelek. Leírják, hogy az Európai Bizottságnál dolgozó munkatársak fizetésemelésére kéne még 8 milliárd. 50 milliárd annélkül, hogy az eddigi pénzekkel elszámolnának pluszban az ukránoknak, elkalkulálták a hitelfelvételt, 15 után kérnek még 19-et, de már jelzik, hogy valószínűleg az sem lesz elég. Olyan lassan dolgoznak, számok birodalmából lassan kilépek, hogy ennek az úgynevezett hagyományos uniós költségvetés, MFF, Multiannual Financial Framework, 7 éves keretköltségvetésben 360-380 milliárd euró a regionális fejlesztési politika 3 esztendő alatt, 2023. december 31-ig ennek a pénznek a 2,5%-át fogják kifizetni a tagállamoknak. 2,5%-át. Az előző költségvetési ciklusban 3 év után ez az összeg 8%-os volt, és mindenki fel volt háborodva. Vége, jaj, hát ez borzalmas, ilyen szörnyen rossz teljesítmény, és akkor beindult, és a negyedik év végére 14% lesz. Most 2,5% a harmadik év végén, 2,5%, és a negyedik év végére izmos 1,5%-ot kíván hozzápakolni az Európai Bizottság. Tehát ennek a pénznek a 4%-át fogják kifizetni a 7 éves költségvetési ciklus negyedik évének a végéig, úgyhogy a 14%-nál
az Európai Bizottság együtt hápítozott a parlamenttel, meg a kormányokkal, hogy ez tényleg szörnyűséges. Na ez a bürokrácia, amelyik ilyen lassan, ilyen elképesztő bürokratikus akadályokat, még hagyjuk a velünk szemben alkalmazott politikai zsarolásokat, a velünk itt most Magyarország, politikai zsarolásokat, a normál politikai zsarolás nélküli bürokratikus eljárás is oda vezet, hogy csak 2,5%-a van kifizetve a pénzeknek, ez mondom negyedik év végére fölmegy 4%-ra, de jutalmul inflációt követő béremelést kérnek, ahhoz persze tagállami befizetést. Na most kevés olyan javaslata szokott lenni az Európai Bizottságnak, amelyik egy kórusszerű táborba, egyetlen táborba tereli a 27 tagállamot, ez most az. És erre nincs ország, aki támogatja, nincs ország. Erre vonatkozna a következő kérdésem. Ugye itt egy költségvetés módosítási tervezetről beszélünk, amit el is kellene fogadtatni. Hogyan lesz ebből költségvetés? Ugye régebben azt hallottuk az Európai Unióról, már ilyen toposzként, hogy általában a kompromisszumok keresése zajlik, és amikor megtalálják, akkor megtörténik a megegyezés. Látsz erre esélyt? Lesz ereje még ennek az Európai Bizottságnak átvinni ezt a költségvetés módosítást? Említetted a december 31-et, amivel már részben válaszolsz is a kérdésemre, mert kell. Hát december 31-ig, tehát jogában áll nem módosítani a költségvetést. De akkor ott a lyuk. Igen, e tekintetben azt kell mondanom, most ezt a közepes és gyengébb poénkodást abba hagyom, tehát ez nem diplomatikus megfogalmazás, hanem közérthető. Ez effektív hazugság, amit mondanak, hogy nincs lyuk az unió költségvetésén. Most ha nagyon-nagyon méltányos akarok lenni a bizottsággal, amit nem érdemelt ki, akkor azt kell mondanom, hogy legkevesebb a kamat fizetés az luk a költségvetésben, mert azt ki kell fizetni, és nincs arra pénz. És ez nem úgy van, hogy jó, akkor majd az agrártámogatásból, meg a ebből, meg a kutatásfejlesztés pénzeiből, meg a Horizon programból, hát összegereblézek 18 milliárdot, nincs. Az meg a költségvetés módosítása, az se teheti meg. Tehát ez a pénz nincs. Ez luk. És ha nincs januárban kamatfizetés, akkor nem tudom, életében volt-e valaki ebben, hogy a bankjának nem fizetett a törlesztő részletet. Jön a behajtó az Európai Unió. Bank nem boldog, szeretném mondani. Én még olyan bankot nem ismertem, olyan hitelnyújtót, aki amikor a hitelfelvevő nem fizet, akkor lelkesen boldog. Tehát azt tudom mondani, ez egy nagyon nagy baj, ami itt van. Most nyilvánvalóan, ez milyen üres általánosság, hogy a háttérben milyen komoly egyeztetések zajlanak, az előtérben, a háttérben, minden térben nagyon komoly egyeztetések. Van egy szerelmes legyem. Nem, ez egy légy, de nagyon ragaszkodik, ez jól esik azért. A ragaszkodás az egy nagyon jó érzés az embernek. Na visszakanyarodva a légytől a Európai Unióig, az a helyzet, hogy itt most a jól ismert érzelmi és politikai zsarolás. Érzelmi is, mert a ukrán ügy az érzelmi lesz. Nem cikizem, hanem idézni akarom a következő hetektől elhangzó brüsszeli érvelést, a hősies szabadság küzdelmet folytató ukránok további nemség. Ilyen egyszerű pénzügyi okokból nem emelkedjünk ezen felül. Hát itt egy szabadságharc zajlik, a szabadságharcot pedig számolatlanul kell finanszírozni, mondja az, aki egyébként eddig számolatlanul finanszírozta ezt a háborút, illetve az, hogy hát nincs más választás. Tehát az a totál felelőtlenség, ha a hitelfizetéshez szükséges pluszbefizetés, majd kamattörlesztéshez szükséges pluszbefizetés nem lesz meg. Nos, az a helyzet, hogy ugye mi magyarok soha nem voltunk 2004 óta a fukar országok közé tartozók, mert ugye azért nekünk az Európai Unió szaldónk az pozitív, és még mindig ott tartunk. Persze majd a gazdasági növekedés meg az unió költségvetésének a változása ez belátható időn belül szerintem a következő költségvetési ciklus második felére Magyarországot ez a nettó kedvezményezetből a nullszaldós országok sorába fogja terelni. Egészen más nézőpont. De az a helyzet, hogy ilyen tárgyaláson a svédekkel, a finnekkel, a hollandokkal, az osztrákokkal és a németeket arra rávenni, hogy ők még pénzbe fizessenek, az az ember még nem született meg. Külön-külön se lehet megállapodni velük, de együtt végképp.
és tessék kiszámolni, tehát ha 100 milliárdot kell, de hagyjuk, maradjunk a 70-nél. Ha 70 milliárdot kell befizetni, akkor abból annak a 23%-a az akárhogy számolom, 7 meg 7 az 14, 3x7 21, az 16,1 milliárd euró. Tehát ma a német kormánynak ki kell állni a német polgárok el, és azt kell mondani, hogy tisztelt polgárok, Németországban minden rendben van, mindenre van pénz, ezért 16,1 milliárd eurót befizetünk az unió költségvetésébe. Nincs az a német koalíciós, mostani koalíciós tartozó politikus, aki ezt a mondatot tudja vállalni. Amikor ott minden héten tartományi választás, jövőre európai parlamenti választás. Azt mondják a németek, hogy a teljesítő képességük határára jutottak, ennyit, ne tovább, ennyit tudnak adni, vagy ennyit tudnak fordítani az uniós költségvetésre. Tehát ezt ma megugorhatatlannak látom, úgyhogy ennek ellenére ez a zsarolósdi, az ilyenkor jól ismert bizottsági makacság jön, és egy teljesen új megközelítésre lesz szükség. Nem álszerénykedek, nagyon-nagyon kis pont, még annál is kisebb pont vagyok én az egész Európai Uniónak így a fekete öves szereplők alkujában, bizottság, miniszterelnökök, államfők, Európai Parlament vezetése, de valahol ott lehet a megállapodás, hogy az Európai Bizottságnak azt az egész eszement bürokratikus megközelítését, hogy az unió költségvetésében lévő pénzhez a jogosultak nem tudnak hozzájutni, azt fel kell adnia. Az lehetetlen. Tehát az, hogy 2%, 4%, vagy megduplázódik az ötödik év végén, már 8%-át megkapják a kohéziós pénzeknek a jogosult tagállamok, ez teljesen képtelen ez a helyzet. Tehát én a nem is az alkut, az értelmes szakmai vagy politikai egyetértést ott látom, hogyha az Európai Bizottság azon a 15 raklapnyi bürokratikus akadály tömeget, azt végre a francba kidobja, ami az Európai Uniós fejlesztési pénz, mindenféle uniós Brüsszelből kapott a tagállamoknak járó pénzekhez való hozzáférésnek az útjában van. És azt gondolom, hogy itt valóban akkor lehet az unió költségvetésének a módosításában egyetértés. Javaslom, hogy nyissunk egy új témakört, és egy picit távolabbi jövőbe tekintsünk az európai választásokra, hiszen hamarosan eldől az, hogy milyen erőviszonyok alakulnak ki majd az Európai Unióban. Arra kérnélek, hát ugye nyilván a jóslás az egy olyan kategória, amiben nem szívesen bocsátkoznak politikusok, bár azt hiszem, hogy egy nemrég interjúdat olvasva ezt megtetted. Hogy is fog szerinted kinézni, várható-e az erővonalak gyökeres átalakulása az európai politikában? Ugye mostanában azt látjuk, hogy a hagyományos, konzervatív, liberális, szociáldemokrata felosztás helyett egyre inkább a globalista-szuverenista meccs látszik. Arra kérnélek, Tamás, hogy ezzel kapcsolatosan oszd meg a meglátásaidat, és úgy érveld is ki, hogy mire alapozod azt az erő pozíció változást. Én nagy Woody Allen rajongó vagyok, ne tűnjék meglepőnek, hogy honnan indítom a válaszomat, mert Woody Allen nem szellemes ember, hanem hogy mondjam, életvezetési tanácsokat ad az embernek a fantasztikus aforizmáival. Ugye az egyik, amit a minap egy interjúmban is idéztem, Woody Allen azt mondja, hogy kutya nehéz dolog jósolni, különösen a jövőre vonatkozólag, ezt kell szem előtt tartani, eleve nehéz a jóslás, különösen, hogyha az jövőre vonatkozik. Másik nagyon fontos meglátása, hogy szegénynek lenni többek között anyagi szempontból rossz. Ez is azt gondolom, hogy a szarva közt ragadja meg a tőgyét. No de komolyra fordítva a szót, egy előzetes megjegyzést Woody Allenre való kitérő után még szeretnék tenni. Tehát, ha tetszik, akkor a magyarországi kormánypártok politikusai, Orbántól így, kormánytagok, parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, fideszesek, KDNP-sek, polgármesterek, tehát ennek a politikai családnak a politikusai, abszolút Európa barát nézeteket, gondolatokat vallanak. És ennek van egy nagyon erős oka, hogy az az elképzelés,
amit nevezzünk most egyszerűség kedvéért egységes, sikeres, erős Európának, ez a mi politikai fiatalkorunk, meg politikai kamaszkorunk, meg a magánéleti fiatalkorunk, magánéleti kamaszkorunk álma. Az ember az álmait ezt nem nagyon adja föl. Főleg nem akkor, amikor aznak az elérése az nehéznek tűnik. Akkor nem szabad föladni. Mi ebben nagyon hiszünk. Tehát ha tetszik, akkor szokták mondani a fociban, hogy vannak eredményszurkolók, meg klubszurkolók. Az eredményszurkoló lelkesen kimegy, lengeti a szurkolói sálat, mert nyert az előző két fordulóban a csapat. Aztán kétszer kikap, és már a Facebookon is a saját klubja profilján anyázza, hogy hülye az edző, ki kell rúgni az összes játékost. És vannak a klubszurkolók, akik jóban, rosszban. Nottinghamet szokták mindig emlegetni, negyed osztályban is telt ház, ez nem Conteo, tessék megnézni. Negyed osztályig zuhant vissza a Nottingham, újra Premier League csapat, kétszeres BL, bajnok, meggyőztes, egyszeres biztos, és hirtelen bizonyítottam, kétszeres, köszönöm a segítséget, kétszeres meggyőztes csapat, angol negyedosztályban játszik, 23 ezer ember előtt, csak azért, hogy nem fér be több a stadionba, mert klubszurkolói vannak, az ember Nottingham szurkoló. A meggyőzelem után marra könnyű kimenni, azt ott örömködni, milyen jók vagyunk, negyedosztályban kell a segítség a csapatnak, kell egymás megerősítése. Tehát mi nem eredményszurkolók vagyunk, hogy az Európa ügye Európa mellett, amikor jól megy, hanem mi klubszurkolók vagyunk. Mi ennek a klubnak, amit egységes Európának hívnak, ennek szurkolunk. Ezt az álmunkat nem vagyunk hajlandóak feladni. De csak azért bocsátottam előre, mert most nagyon nem megy jól Európának. És ez szerintem az egyik legnagyobb problémája a Brüsszel meghatározta közbeszédnek, hogy csak uniós pozícióban lévő főfontoskának van joga valami finomkodó kritikát mondani az unióról. Bárki más mond, akkor euroszkeptikus, radikális, fújfúj, helytelen. Hogy lehet ilyesmit mondani? Aminél nagyobb hiba nincs az életben, nem akarnék atyáskodni, ha saját hibáiddal nem vagy tisztában, akkor semmilyen eszközöd, módszered nincsen abban, hogy a helyzeteden változtassál. Mert akkor csak vaktába lődözöl, és próbálsz valamin változtatni, ami lehet, hogy nem kéne, az közben amin kéne, azt nem is tudod magadnak meghatározni, hogy nem mondjam, definiálni. Szóval azt kell mondanom, hogy ez ennél fontosabb dolog nincsen, mint hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a gyengesége ma az Európai Uniónak. És ezt innentől kezdve az ember túl sokat mond, akkor már azt lehet gondolni, hogy élvezkedik azon, hogy ilyen nehézség, olyan nehézség. 2004-ben, amikor Magyarország és Szlovákia is tagja lett az Európai Uniónak, a világ gazdasági össztermeléséhez, a világ GDP-hez 24%-ban járult hozzá az akkori, immár 25 tagúvá váló unió, nem rontottam el, aztán ugye román-bolgár, majd horvát csatlakozás. Ha 2004-es román-bolgár és horvát GDP-t is hozzászámolom, akkor 24%. Tehát 2004-ben 25 tagúvá vált az unió, de a későbbi csatlakozókat is ide veszem, hogy az almát az almával hasonlítsuk össze. Most, ez 2021-es adat, mikor már nem tagja az Egyesült Királyság az uniónak, 27 tagú, számoljuk még hozzá az Egyesült Királyság gazdasági teljesítményét, mert csak így normális az összehasonlítás. Ez a 28 ország a világ GDP-jének a 16%-át adja ki. 24-16. Ez vékonyodás. Ez gyengülés. Ez a szerepe a gazdasági, geopolitikai, értsd, hatalmi, világpolitikai szerepének a vékonyodását jelenti az uniónak. A múlt elő, valamikor 2-3 héttel ezelőtt volt a Mandinerben, Tarlós főpolgármester úr van a címlapon, ott volt egy nagyszerű ilyen geopolitikai szakértővel egy interjú, és annak van az interjú szélén egy táblázat, hogy kinek a kezében van a 21. század kulcsa. Azt javaslom, mindenki vágja ki az újságba, és ragassza föl a falára. Teljesen mindegy, hogy mi a politikai nézete, teljesen mindegy, mert annál pontosabb látlelet az európai vékonyodásról, gyengülésről kevés dolog van, 46 metszetben nézik meg,
hogy a 21. század fontos gazdasági, technológiai, katonai, politikai ügyeit tekintve ki a világon a vezető ország, csak kettő van, vagy Kína, vagy az Egyesült Államok. A dolgok 80%-ában Kína, 20%-ban az Egyesült Államok a vezető, és kategorizálják is, ez egy nagyon komoly ausztrál tanulmány, hogy ez egy világhatalmi szempontból a monopólium kialakulásának a veszélyével jár, piros, hát nem jó a többieknek, hiszem sárga, és a persze jó dolog vezetni, de olyan nem nagyon nagy baj a többieknek, zöld. A piros kategóriában még nagyobb a kínai fölény, de mivel az egyetlen egy kategóriában sincsen az Európai Unió vagy Európa, ezért egyetlen egy piros kategóriában sem vagyunk ott. És ebben minden benne van. Technológia, hidrogén, bázisú üzemanyagra való átállás, digitalizáció, nem ragozom, mert nem akarom most mind a 49 tételt felsorolni. Csak azt akarom mondani, hogy ma ebben a helyzetben van az Európai Unió. Ebben a helyzetben van földrajzi Európa is, mert azért az Európai Unió környezetében lévő európai országok azért ehhez a képes sajnos sok pozitívumot, tisztelet a kivételnek, Norvégia jó teljesítményének, vagy Svájc teljesen tiszteletre méltó teljesítményének, olyan nagyon sokat nem tesznek hozzá. Na most azt kell mondanom, hogy szerintem nem egyszerűen egy politikai változás, szépen az elvergődök a válaszig, vagy inkább eljutok, nem egyszerűen egy politikai változás, amiről fontos, vagy amiről mi beszélünk, amit én nélkülözhetetlennek tartok, hanem azon az úton, amin most haladunk, annak le kell jönni, és egy másik útra kell átállni. A változás azért mélyebbnek kell lenni. Tehát ha ugyanezen az úton egy jobboldali, konzervatív, többségű európai parlament ugyanezen az úton tartja az Európai Uniót, megette a fene. Megette a fene. Semmi értelme nincsen. Megette a fene. Tehát az a helyzet, hogy olyan fokú súlyvesztés, most akkor a harmadik szót mondom szinoníma, ugyan vékonyodás, gyengülés, eljelentéktelenedés, ami az európai gazdaság, katonai erő, technológia, kedvenc dolgomat hadd mondjam el, ugye előadás, beszélgetés, illetlenség lenne kinek a telefonját, vagy más okos eszközét böngészni. Kinek van a zsebében telefon most? Kezeket föl, ez más, de még nem... Mindenki vegye elő a telefonját, legyen kedves. Nem illetlenség, a előadó kéri. Vegyetek a kezetekbe, vegyék a kezükbe a telefon. És most, hogy megnézték a telefonjukat, megnéztétek, emelje föl az a kezét, akinek európai gyártmányú telefonja van. Nekem kínai, úgyhogy nem fogok felemelni. Tudja, hogy senki nem tudja felemelni a kezét, nincs európai gyártmányú okostelefon. De Istenem, hát jó, hát a hardware nem európai, de akkor majd a szoftver. Mindegyik, mind a két nagy operációs rendszernek van egy olyan menüpontja, megnézhetitek, hogy a megelőző napban, a hétben melyik applikációt, alkalmazást, mennyi időt használták. Mardok a magázódásnál, mert az a normális, akiket tegezek, az nem sértődnek meg. Az első öt között, most a nagyon izgalmas szubkultúrális dolgokat, BKK Info, az első öt komoly applikáció között, amit a legtöbbet használtak, nincs európai. Egy se. És egyébként mindenféle össze-vissza beszélő európai vezető kiáll, és az összes konferencián nagy előadásokat tart, hogy mennyire lídeli a digitalizációt Európa. Hát hogy a fészkes fenébe lídelni? Hol lídeli? Mit lídel? Sem eszköz, sem szoftver. Melyik vállalatnak van európai vállalatirányítási rendszere? Melyik vállalatnak van Európa? Kevés. Azért SAP rendszer az mintha Kenterbe verni egyelőre, de ez legalább egy létező piac. Hol van? Tehát azt akarom mondani, hogy ebben a helyzetben van, hogy marha nagy dolgokat mondunk, büszkélkedünk arra, hogy így Európa, úgy Európa, azt ehhez képest a tényleges teljesítményeket tekintve, hát tudom, hogy a kanyarba sincsen Európa. Mi fog történni szerintem, hogy akkor a jóslás nehézsége ellenére... Megengedett, hogy közben átfogalmazzam a kérdésemet? Persze.
az lenne, hogy szükséges és elégséges feltétele a politikai változás ahhoz, hogy ez a lecsúszás, amit itt leírtál, ez megváltozzon. Szükséges, de nem elégséges. Tessék, azért néha tudok röviden is válaszolni, ez ritka képességem, de igyekeztem megcsillantani. Szükséges, de nem elégséges. Tehát az a helyzet, hogy ha és amennyiben Európa nem tud átállni, és akkor most nem ilyen, ilyen mű emelkedett szöveget akarok mondani, lelkizgetőset, önkritikusnak akarom mondani, ha a gondolkodásában, a problémák definiálásában azokra adott válaszok, vagy a válaszok keresésében nem tud egészen másképpen gondolkodni, ez pedig a gondolkodás nem más, mi Európa érdeke, és ezt az érdeket hogyan tudja versenytársai, akár szövetségeseivel folytatott komoly, késhegyig menő csatában, versenyben képviselni, akkor ez reménytelen, mert nincs egyetlen egy versenytársunk, egyetlen egy szövetségesünk sem, aki Európa érdekét helyettünk megfogalmazna, aztán végképp nincsen, aki Európa érdekét akarná képviselni. Mert nem fogja az észak-amerikai gazdasági térség Európa érdekét képviselni, az elmúlt egy év összes amerikai gazdaságpolitikai döntése, az melberúgja az európai gazdaságot. Az amerikai infláció ellenes törvény, zseniálisak az amerikaiak, infláció ellenes törvény, gyönyörű. Miről szól? Hogy egészen más adózás alá esnek azok a termékek, amelyekben a hozzájuk felhasznált alkatrészek, részegységeknek minimum egy nagyon magas százaléka nem Amerikában gyártott. És ilyentől kezdve az európai autóipar meghalt. Meg az ottani gyáraik is meghaltak. Erre föl mit mond Európa? Hogy egyébként, hát gyertek, sőt, Európa azt mondja, hogy majd én még beleszólok, és egy európai gazdasági szereplő, amit mondok, az nem a Bayer Zsolt barátom sokszor nagyon szellemes túlzásai, a túlzás egy nagyon fontos dramaturgiai műfaj, mert néha az mutatja meg a lényeget, nem a Zsolt szellemes túlzásainak a világába tartozik, hanem egy elfogadott uniós jogszabály tartalmát idézem, amelyik azt írja elő, hogy a 250 munkatársnál többet foglalkoztató összes Európai Uniós cég az értéklánc legvégéig felelős azért, hogy egy, az Európai Unió munkajogi szabályait az értékláncban szereplő összes cég, a zambiai cég is betartotta-e, hogy az Európai Unió környezetvédelmi szabályait betartották-e, és most egyéb ilyen nyalánkságokat tudok mondani. Hogyan tudja azt ellenőrizni egy szlovákiai közért, hogy a hozzákerült polc, aminek az alkatrészét Ruandában gyártották, hogy ott volt-e gyermekmunka, vagy nem volt gyermekmunka? És ha nem tudja ezt igazolni, ezt a jelentést nem tudja eljuttatni az egyébként uniós döntés kapcsán kötelezően létrehozandó szlovák hivatalhoz, megint, gratulálok, bürokrácia növelés, meg persze magyar, meg román, meg német hivatalhoz, akkor meg fogják őt büntetni. Ezt a szabályt hozta az Európai Unió, az európai vállalkozások minél erősebb versenyképessége, vagy versenyképességének a javítása érdekében. Tehát egy jobboldali fordulat, legyen ez költői, egy erős jobboldali átrendeződés az Európai Parlamentben és politikában csak szükséges, de nem elégséges feltétel, mert egy szuverenista tagállami, meg Európai Unió szintjén is szuverenista politikára van szükség. A tagállamok szuverenista fellépését mennyire fogja a brüsszeli bürokrácia tolerálni? Pesszimistább vagyok. Európa szuverenista politikája az lehetetlene, itt nem vagyok annyira pesszimista, amit a Macron mond, az európai szuverenitás kérdése, amit ő úgy folytat, hogy egyébként ez a tagállami szuverenitások rovására kell megvalósítani, ez egy tévedés szerintem, de hogy Európának szuverén politikát kell folytatni a katonai értelemben, gazdasági, versenypolitikai, mindenféle szempontból, ez egy izgalmas dolog, nem is nagyon szeretik most őt éppen az Amerikai Egyesült Államokban, mert nem hajlandó beállni abba a Kína ellenes kereskedelmi intézkedés sorozatba, ami Amerikának érdeke, Európának meg nem érdeke. Ez lehet, hogy lelombozó, hogyha még nagy jobboldali győzelem lenne, mármint jobboldali érzelmű embereknek, nagy jobboldali győzelem lenne az európai parlamenti választáson, nagy nem lesz, kicsi lehet, de az nagyon jó. Aki a kicsit nem becsüli, hogy valami egészen eredetit mondjak, az bizony nagyot nem érdemli,
Tehát egy szép, csinos, szerethető jobboldali győzelem a európai parlamenti választáson, az szükséges, de nem elégséges feltétel. Tehát akkor nem elég, hogy még ez is csak egy vágyott cél, de ezzel még a végcélhoz csak egy lépéssel kerültünk közel, nem értük el. Ez nem pessimizmus szerintem, ez a realitás. Akkor én még kiegészíteném a kérdésemet, és közben jelezném a közönségnek, hogy körülbelül negyed óra van a beszélgetésünkből, úgy az utolsó 5-10 perc mindenképp az övék, de még ezt a kérdést szeretném föltenni Tamásnak. Ahogy itt leírtad Európa lecsúszását, végig azon gondolkodtam, nem az van a háttérben, hogy az elmúlt évtizedből, vagy már inkább talán évtizedekből hiányoznak a jól megfogható, karizmatikus politikusok, akiket úgy be lehetett azonosítani, amikor az Európai Uniót megalapították azok a bizonyos atyák. Nehéz azt eldönteni, hogy mi az ok és mi az okozat. Szerintem nagyformátumú európai vezetők is hiányoznak, meg nagyformátumú európai gondolatok. Most azért nincsenek gondolatok, mert nincsenek vezetők, vagy azért nincsenek vezetők, mert nincsenek gondolatok, és gondolatok hiányában, hát nincs ez a zsinormérték, ha mi eldönthetnénk, hogy na, akkor ehhez a gondolathoz felére egy vezető, akkor ő lehet az, vagy hát nincs gondolat, tehát minden relatív. Ezt nehéz eldönteni, kicsit tyúktojás probléma, ezért én ést mondok, nincsen nagy európai gondolat. Utolsó nagy európai gondolat volt a kommunista rendszer bukása után Európa újraegyesítése. Fantasztikus. El kéne mondani, hogy ez már megtörtént. Persze ez egy külön megtörtént? Kérdés. Megtörtént? Én azt akartam mondani, egy külön kérdés. Formálisan legalábbis igen, mert összes volt megszállt, mert szovjet megszállási övezetbe tartozó ország, és ez se igaz, mert a Nyugat-Balkán országai, a szovjet megszállási övezetbe tartozó országok nagy részt végre Európai Unió tagok lehettek. Tehát nagy részt megtörtént. Ezt jó lenne elmondani, hogy tehát, és akkor kész, vége. Történelem végéhez értünk, Fukuyama jóslata be, és már nem is kell új gondolat. Hát dehogy nem kéne új gondolat. És akkor, na ez az egységes Európa, ez mit fog csinálni ezzel? Meg egyébként mi lesz Nyugat-Balkánnal? Tessék Deutsch interjút olvasni, Mandinerben és Indexben is lehet, hosszan fejtegetem ott, hogy mekkora, Új Pétert idézzem, aki Medgyessy Péterről mondta azt, hogy Medgyessy Péter az a szocialista párt öntökön rugása, tehát akkor mekkora öntökön rugás az, amit csinál Nyugat-Balkánnal Európa, hogy mindenki ott van a Nyugat-Balkánon, a Balkánnak az a része, amíg nem tagja az Európai Uniónak, mindenki, az amerikaiak, a kínaiak, az oroszok, a törökök. Nyugat-Balkán összes ország azt mondja, hogy marha jók ezek a kérők, EU tag akarok lenni erre. Az EU mit csinál? Melbe rúgja őket. De vaspapucsos, salakmotoros csizmában, minden héten. És utána nagyon meg fog majd lepődni, 2, 3, 4, 5, 6 év múlva, amikor azt mondják a 42. melberúgás után, hogy tudjátok mit? Következő randira nem megyek el. Nem olyan jó. Ezek a kínaiak, ezek nem így visek. Amerikaiak se így visekednek velünk. Törökök se. Oroszok se. Ez ki a maga igényei szerint majd arra tájékozódik. És a ma ebben az intézményes, a nyugat-balkáni országok intézményes melberúgásában közreműködő politikusok 15 év múlva sápítozni fognak, hogy micsoda biztonsági kockázat nekünk Európának, hogy a Nyugat-Balkán az nem az európai gazdasági, kereskedelmi, biztonságpolitikai, katonai, etc. érdekkörbe tartozik. Ide akarnak jönni, és minden héten a szerbeket, a bosnyákokat, a montenegróiakat, a koszovóiakat, a mindenkit kioktat, a padlót mossák föl velük, mármint a Brüsszelben. Teljes abszurditás, amit az Európai Unió csinál. Tehát ha valaminek lenne értelme, nem az ukránokkal szemben mondom, ezt a félreértések elkerülését tényleg nem azért mondom, még egyszer nyomatékkal szeretném, ha valahol lenne értelme, hogy vegyen egy nagy levegőt az Európai Unió, és mondja azt, hogy nagyon jó, holnap. És mindenki. 2024. január 1. mindegyik ország az Európai Unió tagja. Pont. Na ez egy gondolat. Ahogy szokták mondani, Karinti mondja, összezavarja a cicákat. Most ez már ebbe, ez valami, ez már lehet viszonyulni, ebben van
van valami sűrűsége, hogy ez milyen eredményekkel járna, ebből mi következhet. Most ehhez képest, hogy nem tudom én, a bosnyákokkal most már a nulladik fejezet megnyitása, meg nem nyitása, tragédia, ami Bocsánat, Tamás, lehet, hogy kekeckedésnek fog tűnni. Nem. Törökország is 2024. január 1-től legyen tag? Nem, a törökök azok eszük ágában sincsen már Európai Uniós tagoknak lenni. A török uniós csatlakozást illetően azt gondolom, hogy az a németek legnagyobb tévedése, és aztán pedig hosszú időn keresztül a németek legnagyobb szemtelensége, hogy egy olyan ország, amelyik földrajzi értelemben tényleg nem nagy részt, csak 98%-ban ázsiai ország, és aki amikor ez a kérdés felmerült, eszébe nem jutott, hogy az Európai Unió tagja legyen, az 20 éven keresztül rángatták az Európai Unióba, abból 10 évig már azt mondta, jó, akkor nagyon kell megyek, majd utána 20 éven keresztül senki nem akart hallani, bocsánat, a 20 év első 10 évében senki nem akart hallani, aztán 10 évig már azt mondták az Európai Uniós országok, hogy jó, hát a németek ennyire akarják, hát Istenem, nézzük már meg ezeket a törököket, majd ezt is gondoltak egyet, és azt mondták, hogy Törökország, hogy Európai Unió tag legyen. Hát szó se lehet róla. Mondták a németek, akik 20 éven keresztül a törököket is megerőszakolták, meg egész Európát megerőszakolták a török csatlakozásnak az erőltetésével. És ennek egy nagyon egyszerű oka van, hogy rá kellett arra jönniük, amin megsértődtek, bár mindenki elmondani kell előre, hogy az a eredetileg 3,5 millió, ma már leszármazókkal együtt, megközelítőleg ennek a dupláját jelentő török, illetve török származású német népesség, az nem lett német. Azt hiszem, ezt sokan elmondták előre. Itt a válasz a kérdés. És ugye, gyorsan akartam mondani, most vonult vissza a kiváló világbajnok német játékos, Özil. Az Özil ügy volt a Özil. Ugye Özil ügy volt, amikor a komplet német társadalom az felháborodott, és majdnem megvonta az állampolgárságot költői túlzás az Özil-től, mert az Özil, mint török, találkozott a török államelnökkel, és egyébként a török feleségével török esküvőt tartott. És azt mondta, hogy egyébként, hát ő persze, hát ő német állampolgár, nagyon büszke a világbajnoki győzelem, de hát ő török nemzetiségű. És ez az egész Németország azt mondta, hogy hát milyen medve. Persze hát progresszívek vagyunk, hát mindenki szabadon választhassa meg a nemét, a nemzeti identitását, minden, na de hogy az Özil ezt komolyan veszi, és szabadon meghatározza, hogy német állampolgárként ő török. Hát hogy jön ehhez? Ugye? És eljöttek, hogy bocs, nem egy Özil van, 7 millió. Igen, én emlékszem a németországi rendezésű VB-re, foci VB-re, amikor a török bevándorlók vagy leszármazottak nem a német válogatottnak szurkoltak, és elég feltűnő volt. Életem első brüsszeli válogatott mérkőzése az a 2010-es labdarúgó világbajnokság előtt volt, egy belga-török mérkőzés, a második Baldwin királyról elnevezett stadionban, volt Heysel stadion, csak hogy a szörnyű esemény, az most már második Baldwin királyról elnevezett stadion, újjáépítve gyönyörű, belga-török mérkőzés, 80%-ban török szurkoló. Naív, friss európai parlamenti képviselőként azt gondolkodtam a mérkőzés 5.-6. percéig, hogy azért ez a török szurkolótábor, amelyik egy VB felkészülési meccs, ahol a törökök nem tudtak részt venni. Ők azért az örmény határól oda jönni, milyen sparring partnerként, hogy Ankarából elutazni apám ide Brüsszelbe, szájítom, hogy nem, Brüsszelbe jöttek Brüsszelbe. 6 perc után világossá vált. Csak mondom, az ember a önön naivitásán tud a legjobban röhögni. A szurkolók 80%-a elindult otthon belgaként, stadionban megérkezett törökként. 90 percen keresztül török volt, tehát hazament belgába. Ez a helyzet, barátaim, ez nem olyan bonyolult. Szerintem ez végszónak is remek lenne, de adjuk át a szót a közönségnek, hogyha megfogalmazottak kérdések, akkor nagyon szívesen vesszük a következőkben. Kérnék segítséget, hogyha van kérdező. Üdvözlöm a képviselő urat itt, tehát Szlovákiában. Én szlovák állampolgár vagyok amúgy, de nagy magyarként tartom magamat, és úgy gondolom, hogy jelenleg nem jó magyarnak lenni, mert sok itt a probléma, majd mindjárt ott érek. Minden elismerésem a 8 évig a kormányé volt.
leakalappal előtt. Én nem tudom a választás után mi történt, de igen, az eredmények se ezt mutassák. Én nem tudom, a propaganda arra ment ez a sok pénzt. Azért van ez a nagy infláció, mivel hogy harcba vagyunk, nem olyan harcban, mint az ukránok, még velek is az ukránokkal, Brüsszellel, Amerikával, harcba voltunk a finnekkel, a svédekkel, akkor a migránsokkal, és nem utolsó sorsorban a saját népével, mert napról napról én szeretem a Kossuth Rádiót, de néha ma kikapcsolom, mert ez a bűnpropaganda csak jön, jön és jön. Én imádtam a Kossuth Rádiót, nem itt a Szlovák Magyar Rádiót hallgattam, ez igen, ritka, mert rosszabb még a vétel is, és azt hiszem, hogy ennek a bűnpropagandon még az egyháznak is fel kéne lépni, mert a fiatalokat ebben nem fogjuk tanítani. Erre jóra nem tanítsuk. És a másik a migránsok. Én azt hiszem, hogy nem így kellett volna előadni vele a migráns kerítéssel, nem kerítést kellett volna építeni, ha valami folyosót nyitni, és tessenek, menjenek abba az országba, ahova akarnak menni. Mert magyarok ők nem akartak maradni. Vagy autóbusszal a határon szállítani őket egész abba az országokba, ahova akarnak menni, és majd ők jelezték volna, hopp, elegünk van belőletek, majd adjunk pénzt a kerítésre is. 89-ben tudjuk, megnyitottuk a németeknek a határt, mai napig hálásak értek. Akkor evel a békével. Állandóan Orbán Viktor is azt mondta, a békét mind csak meg a Vatikán akar. Én úgy tudom, a pápa jelezte, hogy ő elmenne Ukrajnába is, elmenne még Moszkvába is. De sajnos senkit nem fogadott. De még Orbán Viktortól nem hallottam volna, hogy ő akarna részt venni ilyen találkozón, csak mondja, hogy a béké, békét, meg a tűzszünet. Hát a tűzszünet hogy lesz? Ha az ukránok feladják a saját országokat, akkor lesz tűzszünet. Csak tudjuk jól, hogy egy magyar példa is, Dobó István az egri csillagok. Milyen sereggel voltak szemben? A törökökkel? És sikerült nekik győzni. Legyőzték a törököket, és ha az ukránok nem is fognak győzni, de akkor is a hősies harcért megemelem a kalapomat. Akkor még van itt ez a háborús karok, vagy harci karok. Mert tudjuk Magyarország milyen háborús karokat szenvedett az első világháborúban, a második világháborúban. És jelenleg ez az európai pénzek szerintem azért nem jönnek Magyarországra, mert sajnos ilyen harcot fogjunk az Európának, vagy a V4-ekkel is. Ebben harcoljunk, és szerintem ezért tartsák vissza a pénzeket is, és úgy tudom, hogy a svédek akarják most, vagyis nem a svédek, a törökök, most akarnak az Unióba menni, avval a feltétellel, hogyha megszavazzák az Unióba, hogy beveszik őket. Csak gondolom, nem tudom, még van-e itt, van-e, amiket felírva. És ha még utolsó mondatom, ha annyira nem jó az az Unió nekünk, ki lehet lépni, Nagy-Britannia kilépett, ha nincs megoldás, nem adjuk a pénzeket, nem bírjunk vele, tessék, kilépjünk. Ennyit akartam. Hajrá, magyarok! Nem hallottam kérdést, úgyhogy nagyon nagy tisztelettel hallgattam meg a véleményét. Ki írta föl önnek ezeket? Értem. Köszönöm szépen. Jó. No, akkor nézzük, hogy van-e kérdés. Hogy? De úgy fogjuk csinálni, hogy az a helyzet, hogy én stílusvitát senkivel nem akarok folytatni, hogy milyen szavakat használ ugyanarra a valóságra. Én azt tudom mondani, hogy az Európai Unióban az a sikeres együttműködésnek az áloga, hogy minden ország kiáll a maga érdeke mellett. Mi magyarok, ki kell, hogy álljunk a saját érdekünk mellett. És hogyha valaki ezzel nem ért egyet, akkor véleménykülönbség van köztünk. Ez a véleménykülönbség, ez lehet éles vita, ez lehet komoly küzdelem, és lehet harc is.
A lényeg az az, hogy amit ön mond az az, hogy azért, hogy jó tanulók legyünk, ezért ne is képviseljük a magunk álláspontját, mert akkor majd azok, akikkel vitában vagyunk, és akik állítólag fölöttünk vannak, és rólunk döntenek, majd azok hát jó véleménnyel lesznek rólunk. Most az a helyzet, hogy 2004-ben, amikor Magyarország az Európai Unió tagja lett, akkor nem Orbán Viktor volt Magyarország miniszterelnök. Ez egészen 2010-ig így volt. Azért lényeges ez a 6 esztendő, mert ebben a 6 esztendőben volt a 2007-13 közötti 7 esztendős költségvetésről való tárgyalás. Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Abszolút jó tanuló volt. Minden nap elment Brüsszelbe, bekopogtatott és megkérdezte, hogy mit kell gondolnia a fontos dolgokról. Elmondták neki, hogy Gyurcsány úr mit gondolja, aztán felmondta a leckét. Semmilyen vitánk nem volt az Európai Unióval. Imádtak minket az Európai Unióban. És az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest a jó tanuló Gyurcsány Ferenc 200 millió euróval több pénzt tudott kialkudni a 7 éves költségvetésben. Aztán a következő alkalommal, amikor a 2014-20 közötti 7 éves költségvetés tárgyalása volt, akkor Orbán Viktor volt Magyarország miniszterelnöke. Harcban állt Brüsszelrel. Nem volt hajlandó elfogadni, nem mondom, migrációs válság, csak később kezdődött. Ön szerint mennyi plusz pénzt tudott elérni? 2,5 milliárd euró. Ez a különbség, amikor a hátsó lábára áll az ember, amikor képviseli az érdekeit, amikor azt mondja, hogy itt vagyunk mi magyarok, én Magyarország miniszterelnöke vagyok, itt van egy bizottsági javaslat, ez számunkra magyaroknak nem elfogadható. Mert ezen a területen, meg ezen a területen, meg ezen a területen is több pénz jár a magyaroknak. Mert vannak bizonyos Európai Uniós szabályok. Jó tanuló, nem karcolt senkivel se, 200 millió. Brüsszellel harcban álló, fekete bárány, mindenki rosszat gondol róla, 2,5 milliárd. És mondhatja, jó, de hát egyszer volt Budán kutyavásár. Na mi történt? Aztán most 2020 decemberében jogállamisági eljárások kilátásba helyezése. Már a migrációval kapcsolatos éles véleménykülönbség. Kerítést építettünk, nem buszoztattuk a osztrákok felé. Beszéljen egy osztrákkal, hogy a déli határól oda buszoztatott menekülteket hogyan fogadnák, zárója bezárva. De mindegy, mi történt ennél a tárgyalásnál? 2,1 milliárd euróval több volt, amit Magyarország kapott, mintsem az eredeti bizottsági javaslat. Tehát azt tudom mondani, hogy a magyar közmondásokat nem érdemes elpuffogtatni, de a lényeges tartalmát azt mindenképpen fontos tudnunk. Néma gyereknek az anyja se érti a szavát. Ha valaki jó tanuló, ha valaki válveregetésért jár Brüsszelbe, ha valaki azért jár Brüsszelbe, hogy a brüsszeli lapokban szépeket írjanak róla, akkor nagyon kellemes, komfortos brüsszeli tartózkodás, csak a nemzetének nem használ. Valaki pedig azt mondja, hogy hát van ennek az országnak érdeke. Hollandok kiállnak a hollandokért. Egy jó szlovák miniszterelnök Szlovákiáért, egy jó lengyel miniszterelnök a lengyelekért, egy jó francia köztársaság elnök a franciákért. Nekem nem oda kell mennem és azt mondani, hogy jó, de én vagyok az a magyar miniszterelnök, akivel nem lesz gondotok. Én semmilyen ügyben nem szólok egy rossz szót se. Rám nem kell haragudnotok. Én nem leszek semminek a kerékkötője. Ti nagyok, döntsétek el, és mi láthatatlanban mindent elfogadunk. Hát ki az, akitől el fogják venni a pénzt? Hát tőle. Ott az a hülye gyerek. Majd a neki járó pénzt a szépen magunk közt felosztjuk és megdicsérjük, menjünk be, majd magas húriorgas fiú, veregessük, mondjuk, hogy Feri, nagyon, nagyon ügyes srác vagy, semmi gond, 200 millió ki vagy fizetve. Az ott van az a kis alacsony dagadt, ugye, mi ismerjük, a Karácsony úr body shamingjét, ugye ez milyen érdekes, hogyha egy jobboldali ra mondanak ilyen csúnya dolgot, akkor a szellemes, hogyha egy baloldalira mondanak, akkor az body shaming, a testalkatának a gyalázása, zárója bezárva. Tehát ott van az a nem magas és nem vékony, aki pedig kiáll a magyar érdekekért, az hol 2,4, hol 2,1 milliárd eurónyi plusz uniós forrást ér el. Szerintem ez a lényeg a dolognak. Álljál ki a saját magad érdekevé. Az iskolában, lakógyűlésen, a társasházi lakógyűlésen, mert csak akkor tudsz
sikert elérni. Szokták mondani, az a mérkőzés, amin föl sem ész a pályára, azt nem tudod megnyerni. Nem minden mérkőzés nyersz meg, de föl kell menni a pályára, hogy hát ha győzöl. Szerintem itt a mérkőzések nagy részét megnyerjük. Tessék? Én nem is akarom önökre erőszakolni, ezt megoldotta Magyarország, hogy nem is kell ebben gondolkodniuk. No, van-e kérdés még, parancsoljon? Igen, hogyha lehet még akkor átadni. Köszönöm. Gyorsan segíteni képviselő úrnak abban, hogy ne kelljen lebuktatnia. Sebőkéva vagyok, Momentum országgyűlési képviselője. Nagyon érdekes volt hallgatni a beszélgetést, mert számos pontnál felmerült bennem az, hogy de szeretném ezt, ugyanezeket elmondani önnek. Én nagyon hiszek abban, hogy légy a változás, amit látni akarsz a világban. Nem tudom, hogy ebben egyetértünk-e. Hogy mindenkitől elvárható, hogy legyen maga, ő maga is az a változás, amit szeretne látni a világban. Szuper. Most én egy nagyon gyakorlatos oldalról mellé tenném önnek azt, amiket ön elmondott. Ugye ön kritizálta például az európai bürokráciát, amiben egyébként igazat is adok önnek, nagyon körülményes és bonyolult és időigényes az európai bürokrácia. Mellé teszek egy olyan apróságot, hogy mondjuk a magyar országgyűlési hivatala bérletet csak úgy hajlandó megtéríteni, hogyha azt nem automatából, nem online vásároltuk, és legalább egy plusz dokumentumot kitöltöttünk mellé, amit személyesen két aláírással kell bevinni. Ilyen szempontból bőven lenne, mit áramvonalasítani, és ez a legközelebb a Magyarországgyűléshez lévő intézményben történik. Tehát, hogy bőven lenne, mit áramvonalasítani, a teljes magyar bürokrácián nem történik meg. Hozzak egy másik példát. Ugye ön felvetette azt, hogy nem kellően átláthatóak azok a számok, amelyeket ön szeretne látni. Az egy dolog, hogy egyébként egy Google kereséssel megtaláltuk azokat a számokat, amelyeket ön most hiányol. De amikor az orosházi kórház igazgatója azt mondja nekem, hogy nem tudja megmondani, hogy egy adott időpontban az egyes osztályain az általa vezetett kórháznak hányan dolgoztak és milyen munkakörben, és erre a belügyminisztérium azt reagálja, hogy hát ez van, és nem történik előrelépés ebben az ügyben, akkor én szeretném megkérdezni, hogy hol van ön. Ön, ha én ezt most elmondtam önnek, akkor ön, ha legközelebb összefut Rétvári Bencével, hajlandó megkérdezni tőle azt, hogy ezt így mégis hogy gondoljátok, Bence? Per pillanat a magyar állam működése átláthatatlan, túlbürokratizált. És ez egy olyan kritika, amit megfogalmaznak ellenzékiek, civilek, sőt, még a kormány holdudvarából is sokan, és nem történik semmi, sőt, egyre inkább bonyolítják, és átláthatatlanabbá teszik a helyzetet. Említette azt, hogy digitalizációban az Európai Unió rosszul áll. Magyarország is kifejezetten rosszul áll. Több tízezres városokat vezetnek úgy, hogy szkennelt PDF-ekkel történik magának a városnak a vezetése. Van 2 darab olyan nagy cégünk, ami nemzetközileg és jegyzett szoftverfejlesztéseket csinál. Mind a 2 cég vezetősége, illetve alapítói olyan emberekből állnak, akik folyamatosan kritizálják a magyar kormányt, pontosan azért, mert ellene tesz annak, hogy a magyar digitális forradalom előre tudjon lépni. Én azt szeretném kérdezni, hogy miért nem várja el a saját politikai közösségétől, hogy megtegye azokat a változásokat, amelyeket az Európai Uniótól elvár. Én arra emlékszem, hogy Magyarországon mindenféle magukat szakértőnek tartó emberek hosszan azt mondták, hogy az lehetetlenség, hogy az adórendszer az úgy alakuljon át, hogy a magyar adóhatóság az adózó helyett kitölti az adónyilatkozatát, elküldi online, interneten, digitálisan, az adózó ránéz, azt mondja, hogy rendben, és visszaküldi. Hogy működik ma Magyarországon az SZIA, kedves képviselőasszony? Így működik, vagy nem? Nem így, mert gyakorlatilag működik így. Tehát az a helyzet, hogy azt tudom önnek mondani, hogy természetesen Magyarország is a világ azon országai közé tartozik. 204 ilyen ország van, ahol még mindig nagyobb a bürokrácia, mint kéne, hogy legyen. Ez igaz. És azért hozzáteszem, hogy a másik 203 ország, ha az országokat nézzük,
annak a bürokráciával kapcsolatos problémái semmifajta felmentést nem jelentenek a magyarországi bürokráciával kapcsolatos problémát illetően. A helyzet az az, hogy ott van, azt gondolom, hogy köztünk óriási különbség, hogy Magyarország baromi jó irányban halad. Magyarországon nagyon komoly mértékben csökken a bürokrácia. Például ebben a kérdésben papíralapon kellett, az internet világában, digitalizáció világában papíralapon kellett 3-4 millió személyi jövedelemadózónak a saját SZIA bevallását elkészíteni, álmatlan családi éjszakák, gyerekek lefeküdtek, ültek az emberek, nem könyvelői, meg pénzügyes tapasztalatokkal, milyen rovatba kell beírni, elrontottam, nem rontottam, jár-e adó visszatérítés, nem jár, beküldték, nem küld, rohanása utolsó leadási nap éjfélén még nyitvatartó postához, ezt az egyébként mindenféle szakértő által lehetetlennek tartott dolgot megcsináltuk. Tehát azt tudom mondani, hogy önnek természetesen abban igaza van, mint ahogy ez egy olyan üres általánosság, amivel biztonsági játékot játszik az ember, hogy hát tökéletesen nem lett még kiírtva a bürokrácia, de egy teljesen jó irányba halad. Ami a digitalizációt illeti, én érzékenyen reagálok arra, amikor meglévő érdemi Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok, ha tetszik, akkor a magyar nemzet által elért sikerek, azok egyszerűen említést sem kapnak, sőt, állandóan csak abban az összefüggésben ez az önostorozás, a magyar történelem folyamatos vélt kudarcainak az önostorozásától kezdve egészen idáig. Magyarország digitalizáció ügyében nem áll rosszul. Tehát itt azt tudom mondani, hogy ön átjött egy másik államba, ide Szlovákiába. Nézze meg a szlovák mobilhálózatot és a mobil internetet, meg nézze meg a magyart. Én munkaköri kötelességemnél fogva Ausztrián, Németországon, Franciaországban jövök, megyek. Az a helyzet, hogy ott, hogy szokták mondani, 50% esély, hogy legyen mobil internet. Vagy van, vagy nincs. Magyarországon az, hogy autópályán autózunk, ülünk a vonaton, jó a vonat, nem jó, működik-e a légkondi, vagy nem, nagyon fontos kérdés, most nem erről beszélek. Hogy a vonaton nem működne a mobil internet, hát ne vicceljünk már. A világon a magyar mobil internet A évben a harmadik legjobb, B évben a negyedik, C évben meg a második. Ezek után azt mondani, hogy a digitalizációban nem állunk jól. Magyarországon az összes állami, egyházi és magán fenntartású köznevelési és szakképzési intézmény szélessávú internet vezetékes, szélessávú internethálózatba bekötött. Európában ilyen 3 ország van. Miről beszélünk, hogy amíg le van még elvégzendő feladat? Teljesen igaza van önnek, csak még egyszer mondom, az a teljesen téves, a saját politikai szűklátókörűséget objektív igazsággá emelő megközelítés, hogy ön ellenzékiként mindenben bajt kell látni, és objektív igazságnak állítja be a bajt, az az önök politikai sikertelenségének az alapvető oka. Mert a saját szavazóik is látják, hogy ez nem így van. Lehet, hogy nem mondják el pártaggyűlésen, mert lojálisak önökhöz, de nem mondják el, hogy Buda badarságokat beszélnek, mert nem minden rossz. Olyan sincs, hogy minden jó, de olyan sincs, hogy minden rossz. Önök mindig mindenhol fölállnak, és elmondják azt, hogy a létezés az rossz, hogy az minden vonatkozásában borzalmas. Magyarországon egyébként összeomlott az egészségügy, mondják szakmányban, majd bármelyikükkel bármilyen baleset történik, akkor a Facebookon sorozatban olyan posztokat tesznek közzé, hogy nagyon hálásak a kiváló ellátásért, a nagyszerű orvosi szaktudásért és a nővéreknek a hozzáértésért. A kettő hogy jön össze? Hogy létezik, hogyha önöket valami egészségügyi probléma éri, akkor mindig olyan szolgáltatással találkoznak, amit méltónak éreznek arra, hogy megköszönjék a Facebookon, de egyébként, amikor konkrétumok nélkül kell beszélni, akkor arról beszélnek, hogy milyen borzalmas a magyar egészségügy. Márki-Zay Péter A napon tartott választási gyűlést, nagy érdeklődés volt, mert 6 ember volt ott, elmondta, hogy a magyar egészségügy borzalmas, B napon eltörte valami családi huncutkodáson a karját, és C napon a kórházból azt a posztot rakta ki, hogy ő még ilyen profi ellátást nem látott. Nagyon köszöni a Honvéd Kórháznak, az orvosoknak, az ápolóknak, és mindenkinek a hozzáértését.
Soroljam még azokat az embereket, akik sportbalesetben, meg síbalesetben, meg nem tudom milyen balesetben valami bajért. Gálvölgyi János nem a kormány barátja. Gálvölgyi János hosszan arról beszélt, hogy egyébként az az ellátás, amit kapott itt, meg ott, meg az milyen nagyszerű volt. Tehát én azt tudom mondani, hogyha ebből, higgy el, ezt én nem számon kérem önöken, mert az önök minden hibája az a mi pontunk. Ugye ez olyan a politika, mint a tenisz. Kétféle módon nyerhetsz pontot. Te nyersz pontot, nyertél, az ellenfél veszít. Az is a te pontod. Minden önök által elveszített pont az a mi nyereség. Tehát én nem vagyok szomorú az önök elvesztett pontjai miatt. Én megtisztelt, hogy itt volt, nagyon köszönöm, ez nagyon normális dolog. Tisztességgel elmondta a véleményét, én tisztességgel ezt szeretném önnek javasolni, gondolják azt végig, hogy ez a folyamatos, és nem megsérteni akarom önöket, van egy ilyen klasszikus, az irodalomban is megjelenő délalföldi bölcsesség, amikor azt mondják, hogy a szar is ízetlen. Tehát ez a szar is ízetlen megközelítés, mindennel csak baj van, és a bajnak is baja van, és a baj bajának is baja van, ez az a helyzet, hogy még az önökre szavazóknak semmilyen az élete. Nem ilyen az élete. És ezért az az élettörténet, amitről önök mesélnek, meg a saját szavazóik valósága, az nem nagyon találkozik egymással. Csak ennyit, ez fizetési osztályomon felüli, nem vagyok a Momentum tanácsadója, nincs is ilyen ambícióm, Momentumnak sincs rám szüksége. Tehát azt gondolom, hogy ez így három szempontból is igaz. Én csak azt tudom mondani, hogy ez a megközelítés, ez szerintem, még egyszer mondom, a legfontosabb dologgal, a valósággal ütközik. Ezt nem érdemes szerintem még a politikában sem elfelejteni. Én köszönöm szépen a közönségnek is, és Tamásnak is, hogy az európai politika mellett a magyar népi bölcsességeket is megismerhettük. Úgyhogy ennek okán azt hiszem, nagyon megköszönjük, hogy itt volt, és kitartóan válaszolt az én kérdéseimre is, és még azt hiszem, hogy van egy kérdés a... Kérlek szépen a mikrofont, jó? Matus Tibor. Én azt szeretném megkérdezni képviselő úrtól, hogy az Európai Parlamentbe mennyire tudatosítják képviselők, hogy az Európai Unió végzetesen lemarad Amerika és Kína mögött, tulajdonképpen nincs beleszólása ebbe a jövő eldöntő harcba. Tehát egyáltalán tudatosítják, mert látjuk, amit látunk. Nagyon jóra való, kedves, tehetséges európai parlamenti képviselők is vannak nyilvánvalóan szép számmal. Véletlenül sem szeretnék ilyen nagyképű, felülről lefele értékelést mondani, de valószínűleg három csoportja van a európai parlamenti képviselőknek is. Az első csoport az tisztában van ezzel, és igyekszik néven nevezni, hogy hát embereket csináljunk már ez ellen valamit, ez így nem jó. Másik csoportja nincsen tisztában, de nem is akar tisztában lenni, de ő a politikusoknak az a fajtája, hogy a valóságészlelés az úgy gondolja, hogy ez egy hátrányos a politikával kapcsolatban. Előbb erre már próbáltam utalni. A politikai sikeresség és a valóságérzékelés szerintem korrelál egymással. Valóságérzékelés jó esély a sikerre, valóság kirekesztése az jó esély a kudarcra. De a harmadik csoportban pedig azok tartoznak, akik érzékelik ezt a problémát, de hát nem illendő erről beszélni. Mert ugye a fővonal az, nem akarom megsérteni az Európai Parlamentet, a fővonal az kicsit olyasmi, mint a szocializmus évtizedeinek a vége felé. Amikor mindenki látta, hogy baj van, és ennek ellenére egyre hangosabban arról beszéltek, hogy nem baj van, hanem a siker, meg az előrehaladás az annál jobb. 60-as években azt mondták, hogy jól állunk, 70-es években már nagyon jól állunk, és a 80-as években még soha nem álltunk ilyen jól. Tehát sajnos ez ugyanúgy megvan az európai politikában is, hogy minél kevésbé áll jól Európa szénája, annál nagyobb, annál dörgedelmesebb füllentésekkel próbálják megoldani a valóságérzékelésnek ezt a problémáját, hogyha azt mondom a valóságra, hogy az jó, akkor majd attól jó lesz. Ezt nem gondolnám, hogy a politika csak ilyen.
most aztán innentől kezdve az életbölcselkedésnek abba a szeletében nem szeretnék belekezdeni, hogy semmi nincs olyan a politikában, ami nem lenne ott a hétköznapi emberi életben. Minden politikai hiba, vagy a politikában tapasztalható gyarlóság, az hétköznapi emberi közösségi hiba, meg gyarlóság. Hát az, hogy nem veszem észre, hát hány cég ment abba tönkre, hogy egyre rosszabbul álltak, de értekezleten mindenki azt mondta, persze főnök, jól állunk, csináljuk, remek a reklámunk, senki nem veszi a terméket, de baromi jó, menjünk tovább, aztán tönkre mentek. Hány iskolában azt tapasztalják, hogy senki nem oda jelentkezik, hanem a szomszéd általános iskolába, de jók vagyunk, klasszak vagyunk, nem kell változtatni, aztán egyszer csak bezárják őket, mert már nem jelentkeznek oda. De bíztatták egymást, hogy nagyon jók vagyunk. Tehát én nem azt állítom, hogy a politika csak ilyen hibával teli, mi emberek vagyunk ilyen hibával telik, és a munkánkban, a szakmai életünkben, a magánéletünkben meglévő hibák a politikában is megjelennek. Úgyhogy sajnos ez a harmadik halmaz a legnagyobb, hogy bár látja, de jobb meggyőződés ellenére az ellenkezőt mondja. Ez a legrosszabb szerintem. Ez a legrosszabb. Órámra nézek, Tamás túlórás. Azt hagyján, de nekem ráadásul nagyon kell pisilnem. Tehát ez még egy nyomós érve arra, hogy megköszönjem a kedves elévőknek. Amellett, hogy csak annyit mondjak, Dajs Tamást hallották. Nagyon szépen köszönöm.